Az előző részekben voltunk négyszer is a Safari Zone-ba, majd legyőztük amúgy Kogát, valamint megmentettünk egy csomó Pocket Centert, és még a Pikachu-unkat is elengedtük, de ő visszajött hozzánk, és még a télapót is megmentettük, szóval eléggé jó volt, eléggé izgalmas részek voltak, és most pedig egy furcsa városban vagyunk. Sziasztok, itt Szindekvi Headquarters, és ez a Pokémon Ezsgrei végigjátszásának 22. része, és sötét városban vagyunk, ahol ez a két gym terror sokban tartja a várost. Ezért én azt terveztem, hogy mivel a rakéta csapat a Kass gymhez csatlakozott, én a Yass gymhez fogok csatlakozni, vagy mit tudom én. Én hallottam, hogy te voltál az, aki legyőzte a Kass-nak a testőreit. Szóval szükségünk van a te erődre. Micsoda, nem csatlakozol? Akkor én nyomlak le magamtól. Csak az a baj, kérem szépen, vásátolom a szájteredet. És ez eléggé nagy gond szerintem. Yass gym, attack! Jól van, akkor most ők jönnek, és egyesével kell elintéznem a sok pokémonjaikat, de egyelőre Sparky két ütéssel elintézett mindent, és Dracula is kap egy kis akciót, ezt a macsokot lazán. Ezt elintézi. Nem egyből, viszont nézzétek azt a damage-et, 2 darab HP-tűtő, tehát az semmi, ez semmi. És hogyha itten harcos típusúak lesznek, akkor nagyon sok dolgot tud majd csinálni Dracula, nagyon sok dolgot. Szerintem, hogyha a másik gymbe is harcosok vannak, akkor ihaj. De a High Jump Kick egyik legerősebb támadás a Ligmi. Ez az, mert 4-szeres rezisztenciája van Draculának, a méreg is, meg a repülő is rezisztens, és ugye itt meg úgyse fog átadakulni. Nem értjük miért. Hogyan kaphattunk ki? Hát úgy, hogy ez a nőcsőj amúgy azt hiszem ilyen beépített ember. Hallottam, hogy legyőzted a Yass gym leadert, most akkor én győzlek le téged. I don't think so. Thunder Wave. Az Erectabás Zodon. És utána Thunder volt. Mennyit visz? Egész jó, egy kritikus az majdnem ki is nyírta. Az Erectabász Quick Attack-ezni próbált, viszont most én nyírom fel Quick Attack-et gyorsan, és a Staticot beütött. Basszus. De megtanulhatja Sparky a Thundert, amit én szerintem nem tanítanék meg neki, azért mert nem pontos. Alapjától megtanítanám, viszont így, hogy van Light Ballunk, így szerintem nincs rá szükségünk. Oppá, itt mi történik? Velük nem kell harcolni, király. Ó, és kijönnek és összeverekszenek. Én csak azt akarom, vagy egyszer is mindenkor el akarlak titeket intézni. A Kass Gym lesz Sötétváros hivatalos gyme. Mentsétek magatokat, de a Yass gym is attól félek, hogy teljesen össze vagytok zavarodva, nektek kell innen eltakarodnotok. Nos, milyen típusú? Ez eddig volt egy Scyther, meg harcos típusa, Electabuzz volt. Mondjuk elektromos típusú gym leader már van, szóval akkor inkább harcos legyen. Na mindegy. What? Én egy hivatalos Pokémon Liga ellenőr vagyok. Úristenem, kijött a nap! Ne! És azt mondja, hogy egyik se lehet. Egyik se lehet a Dark City-nek a gym leader-e, viszont a Suze Bell az jó, mert az növeli a friendship-et, szóval lehet, hogy már Charizard-ra rá akarom rakni a Suze Bell-t. Thank you so much, Pikachu!
Thank you so much. Oké, akkor most hát remélem be tudom menni ezekbe a házakba, de nem. Még mindig egy kicsit fosnak a Pokémon trénerektől ezek a népségek. Errefele these days. Viszont ez a gyerek idejött. Akkor most már újra játszhatsz kint, te kölök. Te hitvány, fránya hitvány kölök. Hát viszont ott szerintem itt lesz valami. Nem volt, ez érdekes. Akkor nézzünk szét erre. Erre nézzünk szét talán. A Pidgeotot az könnyedén elintézzük. Wingatek az nem árt nekünk, és Thunderbolttal. De nézzétek, 29-es szintet itt a trénerektől kicsik. Csak én vagyok ilyen basszus, magas szinteken, ahogy én mondanám. Azért ez a Wigglytuff nagyon beütött. Kicsit túlságosan is. És használni fogok egy paralízis hírt, mert idegesített Pikachu nem gyorsabb a félvilágnál. Ezért használnom kéne egy paralízis hírt. Jó, rendben. Amit akarok, hogy ide bejövök, mert itt szerintem nincsen hihetetlen. Akkor csak én tévesztettem félre. Na és nézzük, itt valami cirkusz van, és én ezt nem tudom, hogy most mire véljen, meg még a Snorlax-es küldit is meg kéne csinálni, még azzal is van valami hihetetlen. Na most itt nem alszok egy kicsit, Thunderbolttal fogok felkelni, nem szavazok. Na most egy Thunderbolt, úgy van. És ki is nyíltam idegesítő Gloomot, jön egy ott is, nem szórakozom Saurus, de azt cső. Talán itt fog átalakulni Saurus? Nekem az rémlik, hogy ennél a cirkuszus résznél fog átalakulni, mert itt van az Executor. Aki ilyen rohamozni fog. Be, persze nem biztos. Viszont ha itt átalakulni Charizard, akkor... lesznek gondok. Na ő kilép, nem tud neki annyit fizetni, hogy maradjon. És kilépett, ez a fő színész csarnak kinéző emberke. Persze segítek neked, találkozunk bent. Oké. Igen, execute. Melvin, aki execute-okat irányít. Na nézzük. Először az én végignézni, boring. Hát igen, azt mondják, hogy uncsi. Azt mondják, hogy uncsi. Ah, föl tudunk venni. Végre. Föl tudjuk venni. Kurohakurét. És itt akár szintezni is tudom, mert látjátok, hogy itt van tréner, szóval hát itt fogom abba hagyni, hogy legyen valami szint. Iszapot 30-asra. Mindenkit 35-re. Azt kell ide. Jó, kivettem Konohakurét, de csak azért, nézzük. Ez eléggé szánalmas ez a show, amit ő művel. Nézzük, execute, hipnózisa működött. Oké, akkor el kell mennem egy executorért, én kapom el. Szóval elmegyek egy executorért. Az erre lesz, mert máshol nem láttam ért őt. Thunderbolt a sok-sok bábaszaura, majdnem miért van. Az igen? Na, Quick-ötek, ne pazaroljuk a Thunderbolt-jainkat. Ivysaura, hát ezekre már maradok Saurusnál. De biztos itt fog átalakulni Charizardra, szóval örülj neki. Vagy a Charmeleon-nél, még csak. Itt át is fogom alakítani. Tudom, hogy utána nem fogad szót. Tudom. De kötjük magunkat az animéhez, mert akkor több eventet tudunk megcsinálni. És bruttó, ha több eventet csinálunk meg, akkor több ilyen XP szerzési lehetőségünk van, meg élvezetesebb a játszás. Ezért nem fogok kihagyni semmit. Azt sem, hogy a Pidgeotókat ilyen nagyon durván elintézzem Thundershockkal. Vagy Thunderbolttal, tök mindegy, a lényeg az, hogy nem akarok kérni eventeket, ezért mindent úgy csinálok, ahogy az animében van. Hogy az Executor ellen
fogom átalakítani majd a Charmanderünket, utána megkaphat egy XP-set, hogy fejlődjön, és szinte meg is fog kapni. Most itt ezeket eléggé gyorsan ki tudom nyírni. Legalábbis nekem eléggé gyorsan kinyírodnak. Nézzétek, mert Sparky már 42-es szinten van, hihetetlen, de őt akarom húzni, mert azért csak Pikachu, ami powerhouse-ú, és a vízünk. Nyilván lehet a Pokémon ligába, amikor már beütök oda az Indigo liga, ott már igazából csak a legerősebb Pokémon nyelvát fogom használni. Vagyis meglátjuk, mondja, ott is tudjuk például Ash ellenfejének, hogy volt egy olyan tag, akinek volt egy Golbert, meg Seedra, oda biztos visszük Pikachu-t, bár mondjuk ő azt egy Krabby-t ellen mondta meg Executorja is volt az ellen. Viszont volt olyan, akinek Bellsprout volt, és ez Mac-kal nyomta le. Szóval mindenféle volt. Igen, és ott Bulbasaurral harcolt egy csomó ideig, de az a Bellsprout egy nagyon OP Bellsprout volt, én arra emlékszem. Ja, szóval ott is azért tudni fogjuk valamennyire az ellenfeleit. Közben hát O-faktor is kapjon, persze, de O-faktor a második kedvenc Pokémonom, jelen esetben ebbe a végigjátszásban. Nagyon jól tolja, bár mondjuk most beszokott egy Sparkot és egy paralízist, viszont van Shuttle-tal utána, tehát hihetetlen. Egyetlen baja van, hogy lassú. De ez se baj feltétlen, amikor úgyis csak az élet visszatöltését megyünk rá. Fölöslegesen nem töltünk vissza életet. Basszus, és nem tudom megvisszíteni. Na végre, harmadokra sikerül egyszer paralízis, egyszer meg vissza. Ez ami hihetetlen a világban. És jó le is kaptam. Következő, ez kinyírja, hogyha betalál, ez egyértelmű. De nem talál be. Mi miatt nem? Paralízis. Persze. Jó, az elektród nem volt ránk veszélyes, mert nincsen támadása, ahogy úgy néz ki, hihetetlen. Hogy lehet így harcolni a támadás nélkül? De mindegy. Engem nem is érdekel, ugye off-faktor azért nem alakul át, mert van rajta egy Everstone. Közben ezeken tudom, mit csinálja. Mert ezek most nagyon könnyen lenyomani őket, tehát hihetetlen. Grimer, tehát nem... 28-as szinteken vannak még, így is ez ad a legjobb, legtöbb XP-t egyértelműen. Ez tényleg nagyon egyértelműen ez adja a legtöbb XP-t, de... Az a baj, hogy tényleg nem tudom, hogy most mit csináljak veletek, mert ti nagyon alacsony szinten vagytok, de ugyanakkor a gym leaderek, ugye már Koga is ilyen 38-as, 40-es szinteken volt, úgyhogy látjátok, mi még ilyen 33-as szinteken vagyunk, az Atom OP Pikachu-nkat leszámítva. Tehát nem feltétlenül azt mondom, hogy az a jó, amit mi csinálunk. Nem, nézzétek, hát most tessék vissza. Saurus becserélem. Saurus el tudja intézni rácsút egy flamethrowerrel. És gyorsabb. Nem intézt el egy flamethrowerrel, de túl is érte viszont. És hát milyen csók sok XP eljutalma. Oké, na itt egy pokerabba ez kellhet. TM18, Ringdance. Oké, itt meg már voltunk, viszont most egy kicsit itt oldalt elmegyek ehhez a hírelő állomáshoz. Mert Pikachu-t hírelni kell, téged hírelni kell, meg téged. És most ki is veszek titeket. Jó van. Diglett nagyon jól néz ki, meg az a Rhyhorn is. Taurosszal nem fogok. Foglalkozzak vele, fene se tudja. Nem tudom eldönt, majd megnézem milyen mozdulatokat tud. 6. Mert azért biztos nem rosszak a... Sparkit vissza elsőnek. Őt húzzuk nagyon. Tudja, erre kell jönni és fogni Executort. Most az egész küldje ezt lesz, mert egyértelműen ott az az erdő, nekem az ilyen Executort fogó erdőnek tűnik. Clef Fairy! 33-as szint, ez eddig a legkomolyabb, akivel találkozunk, csak az a baj, hogy mássát toljuk. Tehát, mindegy. Már, még itt is vannak egyre. Egy ilyen izé. Itt lesz jó majd használni a BSC-kel. Ezért biztosan most fogok majd szintezni, mert itt azért
Pikachu elég gyorsan nő szinteket. Drakulát, most Drakulát, mert Charmander most jól áll. Jól áll a szint közelbe, szóval nem akarom itten meghiúsítani terveimet, hogy őt átalakítsam, és igazából Drakulára is ráfér. Mindenkire ráfér, csak most nem mindig Pikachu legyen már az akcióba, pláne fű Pokémonok ellen. Oké, azt mondta, hogy a 12-es úton jöjjünk el, és kapunk el Executort. Itt vagyok. Leaf Stone. Azzal át tudom alakítani az Executorrá, de én nem akarom, nem szórakozok ilyennel, hanem Thunder Shock erre. Uha, és Paralysis is az beütött, az jó. Thunder volt, hát ha túléli. És túléli. És mivel túlélte, jöhet a Pokélabda, és szerintem egyből el is kapjuk. Paralysis pirosban van, ez a mintaszerű elkapás. És nem, és nem kapta el. Akkor azt mondom, hogy foglak, és becserélem Pikachu-t Konohakurére, mert őt nagyon nem bírja meg ütni Executor, főleg a Leftovers miatt. Tehát néha kiadj így Paralysis miatt, és már bukta. Nézzük! Pokélabdán többet nem akarok rá igazából pazarolni. Egy! Előbb nulla volt, most egy. Közeledünk a célunkhoz. Na, Berics, mennyit sebzel? Jó háromszor ütöl, és több mint egy Berics, nem egészen egy Bericsnyi sebzést vitt vissza Leftovers. El kéne kapni. Egy, kettő, most kettő, három. Most már három volt, ez már nagyon közel volt, Istenem. Megint három? Igen. De visszavisz egy Bericsnyi sebzést, azt néztem, hogy pont annyit visz. Egy, kettő, három megvan. Nem nincs meg, basszus! Legyél már meg, eskü. Emberke. Jó? Jó, Great Ball. Nem szeretek tökölni az ilyenekkel. Egy. Great Ball a szarabb volt jelenben. Na jó, figyeljél csak. Utálom az ilyen. Második Great Ball is. Amúgy szerintem Great Ball a legrosszabb. Tehát nézzétek meg Ronda. Viszont elkapja az Executort, úgyis nem nálunk lesz, szóval a király. Elkapjuk az Executort, nem adunk neki nevet, mert úgyse lesz nálunk. Itt még mit lehet elkapni? Mit legalább van fű? Executort is. Charmandernek tökéletes. Ez Charmandernek való hely. Szóval lehet, hogy még mielőtt átalakítom, azelőtt itt szintezeket rajta egy picit. Egy olyan 40-es szintűnek kéne lenni, amikor átalakul. Minimum. Téged bemozdítalak Pikachu helyett mondjuk, de azért Pikachu-t kiveszem, és Konohakurét rakom ki. És ugye ezzel Pikachu gyógyítódott, ugye? Persze, mindenki maxra meg van gyógyítva. És visszajöttem, és tényleg itt van egy Executor. És most megint megharcolok vele, hihetetlen. Beszarok. Lítsd szét a Drakulán! Lítsd szét a Drakulán! Fenébe! És most kell becserélni Charmander, de hogyha úgy alakul, hogy pont ettől az Executornyi XP-től, amit kapunk, átalakult Charmander, akkor nem tehetek más. És jó leszedi, ez eddig egyértelmű volt. 1908 XP, és pont ettől alakulát olyan jól jött ki, hogy így fogom átalakítani. És kérem szépen, a pillanat eljött, Charmander Charmillionnál alakul. A VAD Executor elleni csatába nagyon durván elszabadult, megindult a Rampage, és hát ugye az Executor meghalt, Charmander meg Charmillionnál alakult. Köszönjük. Hát Istennek.
Oké, viszont most Charmeleon nem fog szót fogadni. Ezt mindjárt tapasztalhatjuk is. Csak azt nem tudom, hogy itt most én vissza elmegyek. Oké, ez egyértelmű, viszont... Itt vajon... Amúgy szerintem az van, hogy itt neked kéne odaadnod. Neked kéne szerintem, vagy valakinek itt adnia kéne nekem egy pocket lootot. Ezekbe be tudok menni. Mindketten hivatalos gymek lettek. Ja, vagy még csak megtanuljátok, hogy hogy lehetnétek azok. Ó, köszönjük, ez a nőes csaj, aki itt maradt. Híreli a mindenünket. Amit én megköszönök neki, viszont igazából nekem most az a legnagyobb bajom, hogy szerezni kéne olyat, amivel ezt a Snorlax-et fölkeltjük. Mert én ezt a küldet is meg akartam csinálni, de lehet, hogy te adod? Észre se vettem eddig. Ó, igen, és tényleg te adtad, akkor keltsük föl. Nem itt kapjuk el a Snorlax-et, majd nem itt kell elkapni, hanem hogy hívják azt Orinth szigeteken. Mennyire jó lenne, hogyha lenne Prime Apen, és ezt vásatolnám. Na nézzük Saurust. Sajnos az van, hogy Saurus nem fog nekünk szót fogadni. Persze, hogy nem. És megint cserélni kéne. De nem cserélek. A Saurus magától elkezdett aludni, ami hihetetlen. Hát nem fogad szót a kis köcsög. Viszont én most vele akarom kiírni. Ez lehet nagyon hosszú lesz. Ezt ha megolni kéne az ötletemet. Akkor amint föl kell, esélytelen, olyan ritkán fogad szót. Jó, oké, akkor elfutunk. Helyes. Nagyon durva volt. Oké, kivágtuk. És elég volt az egyik fátkivág, nézd, ez pozitívum. Itt mi van? A 20-as ultimate form, oké. Megköszönjük annak az öreg embernek, akit eddig nem is láttam, viszont te is köszönöm nekünk, és egy Miracle Seedet kaptunk, ami majd hasznos lehet a Bulbasaurunkon, ha esetleg komolyabban már csatázni akarunk vele. Akkor ez az event is megvolt. Mennyi ideje megy ez a rész? Ez az lenne kérdésem. Pont elég ideje ahhoz, hogy itt a napba is hagyjuk. Méghozzá itt az erdő előtt fogjuk abba hagyni. És nem, átmegyek az erdőn. Meg akarom nézni, mi van utána, hogy most szintezzek, vagy majd ezután. Mert itt egyértelműen executorokat lehet elkapni, executorokat. Meg is írhatjátok, hogy elkapjak-e. Én nagyon szeretnék. Itt is eventek tömkelege van, szóval akkor akkor itt fogunk találkozni, úgyhogy minden egyes Pokémonon minimum 35-ös szinten van. Ugye alapból a teamünk 40-es szinten lesz, a Pokémonjaink 35-ös szinten. Ugye hát leginkább a másik Pokémonokon kell brutál sokat hírelni. Vagy nem hírelni, bocsánat, nem szintezni. Viszont itt találkozunk, most lehet lesz egy kis kihagyás, mert én is kevesebbet érek rá, meg ugye ez azért eléggé hosszú folyamat. Addig is viszont Cyndaquil és az erő legyen veletek. Sziasztok!